Go sul tleo scolo a piara. Március 15. Szent nap ez, mely örökké ragyogó betűkkel van történelmünk könyvébe írva. Ez a magyar legszebb ünnepnapja. Ez a nemzet újjászületése napja. Ez a nap a szabadság napja. Ma van 100 éve annak, hogy a magyar nemzet kezébe ragadta a zászlót, melyre szabadság, egyenlőség, testvériség jelszava van felírva. Nehéz időkben történt, amikor csak a hazafiak szíve mélyén, a püstölőt, ha szépen megkérlek! Amikor csak a hazafiak szíve mélyén élt, háborítatlanul, a heréidre vigyázz nagyon! A szabadság érzete. Szabosak! Jó van, na! A nép az egész világon rabigában sinlődött. Hová tetted te? Selejt! Ott van a bergető mellett a bödönökön! Mindenütt zsarnokok ültek a nyakán. Aki a népnek szabadságot mert kérni. Na, szorgoskodjunk, királynő, mert a TSZ már tűnkönül. Azt kurva poroszlók börtönbe hurcolták. Nem akarom, hogy engem is följelentsenek, mint a letőjéket. Nem szolgáltatta a rohadt paradicsomot, 2 évet kapott. De jött egy korszak, egy év, akkor még nem amely, volt rohadt. Amely lángbetűkkel írta bele magát évszázadok történetébe. Ez 1848. A nép az egész világon széttörte láncát. Párizsban, Bécsben, Milánóban kiütött a forradalom. Nekünk is akadtak nagyjaink ez időben. Széchenyi, Kossuth, Vörösmarty, Liszke, Kölcsey és a többi nagyok. Külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük körünkben a ma a 115 éves Hangya Pált, Palkó bácsit, aki részt vett a szabadságharc kísérleteinek, Baranya megyei eseményeinek lebonyolításaiban. Bravo! Köszönjük! Köszönjük! Tehát, nem amikor... a bödönökön volt, hanem a kúpos mészűrő állványhós réhen, te selejt! Tehát amikor ezek a magyar váteszek... Nem tudom már mit, hová teszek. Megvilágították a magyar múltat, s haldokló jelent, felrázván a nemzetet aléltságából, mely fegyvert fogott, hogy megvédje veszendő szabadságát. És megteremtse egy önálló, öncélú nemzeti élet principiumait. Most pedig fogadják nagyon sok szeretettel. A faszomat!
kinelek. Egyszer valami baja esik, esküszöm megölöm. Kalapjára, Palkó bácsi! Akkor már annyi? Sanyikám, pauza. Nem zavartunk titeket, ugye édes? Igyon valamit már, korcsmár. Legyen, ne igyon a korcsmár. Nem kérek? Nagyon örülök, hogy édesapámmal ilyen nagyon jól megvannak. Jó vagyok, megvagyok. Napra esett. Kossuth Lajos, kalapjára. Holnap van március 15-e. Büszke vagyok rátok, gyöngyös bokrétások. Így van, ilyen szép, méltó műsor. Ügyesek vagytok. Köszönjük. Ugye el? Hát, amíg édesapámmal nagyobb műsort csinálnak mi nálunk, addig nehezen lesz itt forradalmi a Megenyhült a lég, indul a határ, és te újra itt vagy, jó olyan. Ócska fészket megigazgatott, hogy ott kikölthesd tejtes macot. Csak vissza-vissza, meg ne csaljanak. Családnap sugár és síró patak. Vissza, vissza, nincs itt ki kelet. Az élet fagyva van, és megtermelik. Ne járj a mezőn, temető van, ne menj a tóba, vértől áramít. Torony tetőkön nézvén nyughelyet tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhúcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbeesést ne hallanál alól, és nem félhetnél az ég villámaitól. Vissza-vissza. Félszigetje rá, de boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott nemzeted, nekünk csak egy volt. Az is elveszett. Repülj, repülj, és télen valahol a bújdosokkal találkozol. Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk. Mint oldott kéne széthó nemzetünk. Sokra sín, sokra vakbörtön vagyunk. Kik élünk, járunk dúsan, szótlanul. Van, aki felkél és sírván megyen új hont keresni túl a tengeren. A mennyasszony meddőségért eped, szüle nem zokog holt magzat felett. A vén lelke örömmel eltelik, hogy nem kell már élni sok ideig. Beszéld el, hogy gyalázat reánk. Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk. A kidült fában őrlő szulakik, a honfi, honfira vádaskodik. Testvér, testvért, apát, fiú elad. Mégis ne szóljon erről ajakad. Nehogy ki távol sír a nemzetem. Megutálni is kénytelen.